Mi is eltanultunk az általános iskolában, hogy Kolumbusz fedezte fel Amerikát. De minket nem kellett felfedezni, mert mi már több ezer éve ott voltunk. Mondjuk azt, hogy ránk találtak. Inkák birodalma pedig nem létezett, mert Inkának csak egy embert hívtak, aki pedig a napfia. 14 millió embernek volt vezetője, 14 millió embernek szolgált. A területnek, ahol éltek, pedig úgy hívtak, hogy Tahuantinsuyu, vagyis Ni Regio. Kevés alvás után hajnali 5-kor indultunk délre a Ballestas szigetekhez. Pisco városánál szálltunk hajóra. Mielőtt a szigeteken fészkelő milliónyi madár megszámlálásához kezdtünk volna, amelynek előhírnöke volt ez a két pelikán, a szárazföldön feltűnt egy gyertyatartóhoz, vagy mások szerint a San Pedro kaktuszhoz hasonlító 128 méter magas alkotás. A Paracas, vagy a későbbi Nazca kultúrából származó emlék célja ugyanolyan talány, mint a Nazca vonalaké. Szerint, amikor Isten megteremtette a Földet, akkor a mai Peru területén kísérletezett a különböző éghajlatokkal. Az Amazonas őserdejétől az andoki jégsapkás csúcsokig, az óceán partmenti sivataktól a 3300 méternél magasabban fekvő altiplánóig mindenféle ökoszisztéma megtalálható itt. Az egyenlítőhöz közeli Peru partjainál az óceán vízhőmérséklete alacsony,
mert a Humboldt áramlat az Antarktisz felől hideg, viszont oxigénben és tápanyagban gazdag vizet hoz. A planktonokat a halak szeretik, a sok hal pedig sok madarat és sok fókát vonz erre a vidékre. A néhol 15 méter vastag guanó réteget főleg a perui szulák és a kormoránok termelik. Az inkák előtti koroktól kezdve a 20. századig a legjobb minőségű trágya a perui guanó volt. A műtrágya használata azonban a keresletet visszaszorította, ma már leginkább csak biogazdálkodáshoz használják. A környék legszebb madarával, az inka csérrel búcsúztunk el a Ballestas szigetektől. A Nazca fele vezető utat megszakítottuk egy haciendán, ahol megkóstolhattuk a nemzeti italt, a piszkót. Perúban csak itt, Ikában tudnak jó minőségű szőlőt termeszteni. A bort lepárolják, és a brandyhez hasonló italt készítenek belőle. Gyümölcsökkel, fűszernövényekkel, kokalevéllel ízesítik a piszkót, és ha netán végigkóstoltuk volna a választék ötödét, már akkor is az asztal alatt folytattuk volna a kirándulást. A szőlő ültetvényektől nem messze már a sivatag terül el. A dűnék hívogattak, hogy menjünk egy kis homokdeszkázásra. Mi pedig elfogadtuk az invitálást, és egy homokjárásra átalakított autóval nekiindultunk. Még szerencse, hogy ebéd előtt voltunk, mert a Városligeti hullámvasút élménye meg sem közelíti a sivatagi utazást. Nazca mellett a Nuevo Cantalok hotelben töltöttük az éjszakát. A kertből harmónia és nyugalom sugárzott, meditációhoz, feltöltődéshez ideális hely. Maria Reiche, német matematikus, 1946-tól haláláig kutatta a Nazca vonalak rejtélyét.
Bár a vonalakról már a hódító spanyolok is írtak 1537-ben, de újból csak a 30-as években perui pilóták leírásából kerültek a figyelem központjába. A Nazca kultúra az időszámításunk szerinti 200 és 600 között virágzott ezen a vidéken. Keveset tudunk róluk, és főleg csak rejtélyeket hagytak örökségül az utókorra. Ezeket a vonalakat nagyon egyszerűen hozták létre. Félre söpörték a sivatag felszínét alkotó sötétebb kőzet réteget. Az alatta lévő világosabb kőzet pedig már messziről látható, de csak felülről a levegőből. A mai élő ember problémáját pedig az jelenti, hogy a figurák a földről észrevehetetlenek, csak a levegőből, illetve távoli magaslatokról észlelhetőek. Hogyan sikerült ilyen pontos geometriai alakzatokat megtervezni és létrehozni 520 négyzetkilométer nagyságú területen? Minden ábra egyetlen megszakítatlan vonalból áll, és 25 és 275 méter közötti nagyságú. Minimum 4 teória létezik a Nazca vonalakról. UFO leszállópálya, szakrális templom, csillagászati naptár, vagy vízlelőhelyek térképe. Sajnos mi a több száz alakból csak párat vettünk észre, mert a repülő túl magasan és gyorsan szállt, így mi sem tudtuk megfejteni a Nazca vonalak rejtélyét. A naszkák építették a hotelünk melletti föld alatti vízvezeték rendszert, amelynek segítségével a hegyekben eredő patak vizét vezették a földjeikre. Ezekből a tölcsér alakú kutakból hozták fel a vizet. A Nazca-Arequipa közötti közel 600 kilométeres utazás a luxusbusz ellenére kimerítő volt, 10 órát mentünk megállás nélkül. Pedig volt filmvetítés, wifi, vacsora pincérrel és némi alvás is. Arequipa quechua nyelven azt jelenti, igen, maradjatok. Ezt mondta Mayta Capac, a negyedik inka, amikor erre járt embereivel és megkérdezték, hogy letelepedjenek-e. Később a spanyoloknak is megtetszett ez a 2400 méter magasan fekvő város. Az 5800 méter magas Misti vulkán Arequipa jelképe. Utoljára 1985-ben tört ki. A hófőttet Csácsáni vulkán már 6057 méter magas, de sokkal békésebb, az elmúlt 10000 évben ugyanis szunnyadt. Arequipát a Fehér Városnak is nevezik, mert az épületek többsége a Szilár nevű vulkanikus kőzetből épült. A Plaza de Armas-t Peru legelegánsabb terének tartják. Természetesen szilárból faragták a teret három oldalról szegélyező árkád sort. Kilátó erkély melletti pálmafákkal teleültetett téren áll az Iglesia San Juan Bautista, vagyis a keresztelő Szent János templom. Épp esküvőt tartottak bent, ezért nem tudtuk megnézni a Csapi Szűz Mária tiszteletére állított mellékoltárt.
1698-ban építették a La Compagnia Jezsuita templom Churri Gereske, vagyis latin-amerikai barokk stílusú homlokzatát. A Habsburgok jele a kétfejű sas, ugyanis a 17. században Spanyolországban még a Habsburgház uralkodott. A főoltár aranyborítása valószínűleg abból az aranyból készült, amit a spanyolok az indiánoktól raboltak el, amikor megtérítették őket. A San Ignacio kápolnát trópusi növények és állatok freskói díszítik. Sajnos nem sokáig gyönyörködhettünk, az őr kizavart bennünket, ugyanis tilos volt fényképezni. Templom melletti kolostor kerengőjében ma már a szerzetesek helyett bébi alpakka gyapjúból készült pulóver és szuvenír árusok vannak. A Szent Katalin kolostort egy gazdag özvegy Mária de Guzmán alapította 1579-ben. A 17. században az épületeket bővítették, és így volt, hogy 450 embernek adott otthont. Azonban nem mindenki volt domonkos rendi apáca. A gazdag családokból jött apácák ugyanis szolgálót hozhattak magukkal. Már a rendbe való belépésnél is előnyben voltak a gazdagok, mert hozományként pénzt, szobrokat, festményeket ajándékoztak a kolostornak. Persze jöhettek szegények is, ha volt szabad hely. A 1871-ben Pius pápa reformja alapján elküldték a szolgálókat, így már nem volt annyira népszerű a kolostor. A víztakarékosság jegyében született meg ez az áramlás szabályozás. Egy kő képezi a terelőgátat, és már nyomban a kiválasztott medencébe folyik a víz. Ezeket a helyiségeket akkor használták, amikor már kevesebb apáca élt a kolostorban, és ezért a spórolás jegyében összeköltöztek. Másnap a Kolka kanyon irányába, a 3600 méter magasan fekvő Csivály városában lévő szállásunk felé indultunk el.
Az Altiplánóra érve beléptünk a vikunyák földjére. A vikunya a Dél-Amerikában élő 4 tevefajta egyike. Vadon él, szigorúan védett állat. A másik nem háziasított tevefajta a guanakó, de belőlük még kevesebb van, ritkán lehet velük találkozni. Az Altiplánon mindenhol megterem az icsú, ez az 1 méterre is megnövő, szárazság tűrő fűfajta. Az icsú a vikunyák kedvenc tápláléka, bár lehet, hogy nincs is más mit enniük. A háziasított tevefajták közül az alpakkát főleg a gyapjáért tenyésztik, de húsa is kitűnő, zsír és koleszterin szegény. Az alpakka gyapjú sokkal puhább, mint a birkáé, ezért világszerte nagy a kereslet iránta. Az út, amely egyébként a világ egyik legmagasabban épített aszfaltozott útja, folyamatosan emelkedett, amíg el nem értük a hóhatárt. A buszon ülve nem vettük komolyan Javier intő szavait a magassági és időjárási viszonyokra vonatkozóan. A 4910 méter magasan fekvő hágónál az oxigénhiányos levegő miatt volt, aki aludt, de a többség is megfontoltan, szép, nyugodtan lépkedett. A Sabancaya vulkán utoljára 2003-ban tört ki, de most is füstölög. Magunk mögött hagyva a Patapampa hágót, elindultunk a 3800 méter magasan fekvő Chivayba. Az úti könyv álmos kisvárosnak írta le, de ebből csak a kicsi volt igaz. Itt már mindenki felébredt a viszonylag oxigéndús levegőn, és elindultunk várost nézni. Santa Iglesia Cattolica, Mamma Cerchi. A La Calera hőforrást már 2000 évvel ezelőtt a Cabana kultúra idején is ismerték. Így muszáj volt nekünk is kipróbálni a gyógyvizes medencéket. Az, hogy az inkák uralkodása alatt is kedvelt fürdőhely volt, mi sem bizonyítja jobban, hogy a medencékkel szemben a folyó másik oldalán megmaradtak a fényképekről jól ismert andoki teraszos földművelés nyomai.
Peru egyik leghíresebb kanopi vagy zipline pályája is itt található, a négy pálya több mint másfél kilométer hosszú. Este a helyi táncosok egy koka szertartást mutattak be nekünk. Miután bemutatták táncaikat, felkértek bennünket, hogy közösen táncoljunk. Ez volt a bemelegítő, mert az út folyamán még sok helyen és sokat kellett bizonyítani tánctudásunkat. Del Condor felé vezető úton, a Yankee nevű faluban reggel 6-kor már táncosok fogadtak bennünket. Most kivételesen nem álltunk be közéjük. Javier tanácsára csak 15 percet töltöttünk itt, aztán siettünk tovább. A Kolka kanyon a világ legmélyebb kanyonjainak egyike, kétszer olyan mély, mint a Grand Canyon. Persze nem itt a lábunk alatt, hanem körülbelül 60 kilométerre arrébb, ahol a mélysége már 3000 méter körül van. A Kolka folyó partján még a preinka időkből fennmaradt teraszokon ma is földműveléssel foglalkoznak az Aymara indiánok. Del Condornál már kb. 1200 méter mély a kanyon. Itt minden reggel sok ember gyűlik össze, hogy a 8:30 és 9 óra között felszálló kondor kesejüket megcsodálhassák. A folyóvölgyből felszálló meleg légáramlatok segítségével repül ez a madár. A fészkeit a sziklafalakban lévő mélyedésekbe vagy nehezen megközelíthető párkányokra rakja. Közel 3 méteres a szárny fesztávolsága, 10-15 kg a súlya, és több mint 70 évet is megélhet. Méltán lett Argentínának, Bolíviának, Chilének, Kolumbiának, Ecuadornak és Perunak is nemzeti szimbóluma. Thank you.
A Titicaca tóhoz, Punóhoz vezető úton flamingókkal is lehet találkozni. Ezek a madarak a sekélyvizeket kedvelik, ahol kedvükre halászhatnak. A 3800 méter magasságban elterülő Titicaca-tó partjánál a földművelés nem egyszerű. Az árkokban a víz nem csak az öntözés miatt van, hanem a felette képződő pára hőszigetelőként működik a hideg éjszakákban. Puno a Titicaca-tó perui részének legnagyobb városa. Maga a tó Dél-Amerika legnagyobb édesvízű tava, a mi Balatonunknál 13-szor nagyobb, legnagyobb mélysége 281 méter, az átlag hőmérséklete 10 Celsius fok. A Titicaca a legmagasabban fekvő hajózható tó. Ezt másnap mi is kipróbáltuk. A punói kikötő nem sokkal nagyobb, mint a siófoki vagy balatonfüredi. A vízi biciklik azonban sokkal változatosabbak, mint a balatoniak. Először az Urosz szigetekhez hajóztunk. Az Urosz nép az Inka hódítás elől menekülve hozta létre a helyi nádból, a totorából készült úszósziget komplexumot. A szigetek ma is lakottak, önálló, Punótól független gazdaságot vezetnek, van saját általános iskolájuk, boltjuk és kórházuk. A 85 szigeten élő körülbelül 5000 ember halászatból és idegenforgalomból él. Hogyan készül a sziget? Általában az esős időszak után vizekből a totora gyökerek a felszínre jönnek. Ezeket a tömböket szabályos alakzatra vágják és kötelekkel összekötik. Az összefogott tömbökre a totorából több réteget raknak, és már kis is a sziget. Amikor a felső réteg összetörik vagy szétrohadt, akkor újat kell rátenni. Régen ilyen voltak a igen. Most már egyre több van ilyen. This is my house here, one family, three people. Az Urosz szigeteket elhagyva a Capachica félszigeten lévő Iachonba hajóztunk. Quechua indián családoknál fogunk lakni. Nagyon kedves és barátságos emberek fogadtak bennünket. A szövés-fonás itt minden asszonynak kötelező, és a férfiak is segítenek a nőknek. Thank you.
házi asszonyunkat Lukréciának hívták, nagyon jót beszélgettünk egymással. Ő spanyol és kecsua, mi meg angol nyelven próbálkoztunk. Jókat nevettünk. Szárított hallal etettük a tyúkokat. A település felett magaslott egy kilátó. Dombnak tűnt először, amire egy sétaút vezet föl. Egy apróságot kihagytunk a számításból. Az induló pont tenger feletti szintje 3800 méter, és a végpont 4050 méter. A 250 méter magasságkülönbséget majd 40 perc alatt tettük meg, pedig kaptunk a helyi vezetőnktől a kakukkfűhöz hasonló gyógynövényt, hogy az segítse a könnyebb légzést. Mennyi idő lett volna, ha nem tubákolunk? Közben a túlpart felől a bolíviai oldalról mennydörgés hangja hallatszott. Eső lehetséges veszélye sem tántorított el bennünket, és tábortűz mellett a helyiekkel nagy táncos bulit csaptunk. Minket is beöltöztettek a helyi népviseletbe, már csak a tánctudásunkat kellett finomítani. Hajnalban korán, de sajnos nem elég korán felkeltünk, hogy megnézzük a napfelkeltét. Az első percekről lemaradtunk, de még így is csodálatos élményben volt részünk. Thank you.
A reggeli után Takile szigetre hajóztunk. A szigeten körülbelül 2000 kecsua indián él, akiknek textilművészetét 2005-ben az UNESCO az emberiség szellemi örökségéül választotta. Főleg a férfiak kötnek, szőnek, de azért persze a nők is segítenek nekik. Takilén kollektivizmuson alapuló közösség van, és az Inka erkölcsi kódex alapján élnek. Ama sua, ama juja, ama kia, vagyis ne lopj, ne hazudj, ne légy lusta. Ennyi információ után értünk fel a főtérre, és nem értettük, hogy éppen mi történik. Amint megtudtuk, az ifjú pár nem szomorú, hanem most hangolódnak lélekben egymásra. Ezért nem szabad hozzájuk szólni vagy érni. Csak a közvetlen rokonok közvetítésével érintkeznek a külvilággal. Az első nap estéjétől már az egész falu ünnepli a házasokat, és ekkor már ők is felszabadultabbak. Sajnos az időnk szűkössége miatt másnapra már nem maradhattunk itt. Késő délután értünk vissza Punóba, de még annyi időnk volt, hogy megnézzük a katedrálist. ...1757-ben fejezték be a barokk homlokzatot, nagyon szépek az állat- és növénydíszítések. Az oltárt, hál' Istennek, nem borította be tetőtől talpig arany, így a kék háttérrel jobban érvényesültek a faragások. Megint utazás, megint flamingók, megint havas csúcsok, és már megint 4000 méter felett vagyunk.
A La Raya hágón van a világon legmagasabban fekvő piac, 4335 méteren. Azt hiszem, nem a helyiek járnak ide vásárolni, inkább csak a turisták. A La Raya hágó Puno és Cusco tartomány határa, de egyben vízválasztó is, hiszen ebből a tóból, illetve tavacskából kifolyó víz a Vilcanota, ami később Urumbaba folyó lesz, és még tovább pedig belefolyik az Amazonasba. Az altiplánót elhagytuk, ezért változott meg a táj. Minden zöldebb, errefelé már több az eső. A több esőt sajnos meg is tapasztaltuk Rakciban. A monumentális Viracocha templom 92 méter hosszú, 25 méter széles és 18 méter magas. Az Inka Huayna Capac rendelte el építését. Viracocha volt a teremtőisten, ő teremtette a napot és a holdat. De ő volt, aki tűzesővel felégette a környező hegyeket. A kiengesztelésére építették fel ezt a templomot. Rakci nem csak vallási központ, hanem logisztikai és gazdasági is. Komoly adminisztrációt igényelt a birodalomban megtermelt élelmiszerek újraelosztása. 150 hatalmas raktárt építettek fel. Itt tárolták azokat a terményeket, amelyeket a közösségnek termeltek. Az igényeknek megfelelően innét osztották szét a szárított élelmiszert, a kinoát, babot, burgonyát, kukoricát. Ezeket a szárítás miatt tudták nagy mennyiségben hosszú ideig tárolni a kőraktárakban. Térben egy kicsit közelebb Cuscohoz, de visszafelé az időben egy Wari városban vagyunk, Pikilaktának hívják. Az időszámításunk szerint 1100 körül még virágzó település az egyetlen nagyobb Inka korszak előtti lelőhely a környéken. A két kultúra találkozásakor már Pikilakta, kecsuából magyarra fordítva bolha hely, hanyatlófélben volt, a város tápláló forrás elapadt. Ráadásul tűzvészek is pusztították, de az impozáns sugárutak azonban megmaradtak. A Wari várossal szemben a Cuscói völgy bejáratánál áll a Rumiculca. Ez egy olyan vízvezeték része, amely Inka területről szállított vizet a Variknak. Cserében Pikilakta lakói harc nélkül, kis rábeszéléssel behódoltak az Inka uralkodónak. Ez lehetett a vizet békéért megállapodás. Ez a nap is hosszúra sikerült, csak estére értünk a cuscói szállásunkra, megérkeztünk a Tavantinsuyu fővárosába. Láma vagy alpakka? Mondjuk a vikunyát könnyű megismerni. Láma vagy alpakka? Egyetlen egy támpontunk van, a lámának banán alakúak a fülei. De mi van akkor, ha nagyapjú miatt nem lehet látni azokat? Akkor az alpakka. Az El Valle Sagrado, vagyis a Szentvölgy északi része az Urumbamba folyó Pisáktól Ollantatamboig terjedő szakaszán terül el. Az Inka város természetesen nem a folyó partjára épült, hanem több mint 300 méterrel magasabbra a meredek hegyoldalra. A teraszos művelés magas iskolája, értsd mindkét értelmezésben található itt. A klíma és a szakértelem miatt itt évente kétszer lehetett betakarítani a terményt. A nemesek és papok házai alatt induló ösvény az Intihuatanához vezet. Ez lesz az első erőpróbánk a Machu Picchuhoz. Thank you.
A Tavantinsuyu területén az állami föld megműveléséhez minden csoport munkaerőt küldött. Ennek fejében a saját termés után nem volt terményadó. Amikor a spanyol hódítók adót vetettek ki az indiánokra, ők nem értették, hogy miért kellene nekik adózniuk. A központi újraelosztás miatt nem volt pénz és éhség, nem volt szegénység sem. A szegénység szónak nincs is quechua megfelelője. Az ország vezetője az inka, akinek a nemesek és a papok segítettek a négy régió irányításában. Példát kellett mutatniuk, kötelességük volt szolgálni a népet, és igény szerint szétosztani a terményt. Körülbelül 40 perc gyaloglás után megérkeztünk az Intihuatanához. Az épület együttes közepén található a naptemplom, és benne az Intihuatana a nap rögzítő pontja. Ezt a természetes sziklát a spanyolok széttörték. A templom lábainál van egy fél inka kereszt, egy fél csakana, amelynek másik fele nincs kifaragva. A júniusi napforduló idején árnyékként jelenik meg a másik fél. A hitük dualizmusa így válik láthatóvá, az anyag és az árnyék, mint szellemi világ. Kaya Kassa, ami erődítmény és raktár is egyben, egy a Vilcanuta folyóra néző természetes platóra épült fel. És akkor a semmiből egy indián tűnt elő. A dalt meghallgatva tovább botorkáltunk lefele az ösvényen, de a furúja szó végig kísért bennünket, és az indián is mindig máshonnan tűnt elő. Vagy tudott egy rövidebb utat, vagy szellem volt. Cuscóba visszatérve a belváros feletti dombon felépített Sacsayhuamant néztük meg. Cusco a la Brasa egy pumát szimbolizál, amelynek a feje a Sacsayhuamant, ami magyarul elégedett solymot jelent. A Tavantinsuyu finkorában 10 000 ember lakta. Ma az ékori építmények jó, ha 20%-at láthatjuk. A többit az espanyolok széthordtak. A több mint 300 méter hosszú sziszakos háromszintű fal több tonás alapjait azonban nem tudtak elmozdítani. Ennek a sárokőnek a súlya körülbelül 300 tonna. A sziszakos kialakításnak köszönhetően oldalról könnyen támadható volt az, aki megpróbálta volna megmászni a falat. Ezért védelmi erőt szerepet is betöltött a Sacsayhuaman. A
központi hatalmas téren a júniusi napforduló idején, az Inti Raymi ünnepén a mai napig is körülbelül 30 ezer ember jöllik össze. Ez a kör alakú alap valószínűleg egy víztoronynyi volt. A hely tetejéről Cusco egész belvárosát jól lehet látni. Ez a Plaza de Armas, a város központja. Cuscot Manco Capac a első inka alapította, aki állítólag 40 évig uralkodott és 1230-ban halt meg. A tér helyén akkoriban mocsár volt, amit kiszárítottak és feltöltötték homokkal, majd a Huacapata nevet adtak neki. A legenda szerint Manco Capac, aki Inti napisten és Mama Quilla fia volt, a Titicaca tóból emelkedett ki. Az istenek egy aranybottal küldték a földre, hogy megépítse a naptemplomat. Ez mutatja be a tér közepén a szökőkút. Az este sem múlhatott el zene és tánc nélkül. Az, hogy utazók legyünk és ne csak turisták, akkor meg kell ismerkednünk a helyi emberekkel is. Jácsonban, Takilén már próbálkoztunk, de ez itt Cuscóban, ebben a nagyvárosban megoldhatatlannak tűnt. Ezért elmentünk a piacra, hogy legalább a hétköznapi Cuscót is láthassuk.
Szeretettel taníts, ne erőszakkal. Cincseróban megismerkedhettünk egy olyan hagyományőrző közösséggel, akik szívvel, lélekkel bemutatták nekünk a gasztronómiai és szövési tudományukat. Ő Nelly, a közösség vezetője, aki a magánéletben két gyermekes anya. A főzésben mi is tudtunk segíteni. A tengeri malacok ketrece előtt egy egyszer használatos kemence hamujában sütik a burgonyát. Nem egyszerű feladat égési sérülés nélkül megtalálnia a törmelék között a héjában sült krumplit. Terülj-terülj asztalkámhoz, már csak a sült tengeri malac hiányzott. Mindeközben Javier bátyjának, Wilkónak zenekara játszott. Csak természetes gyapjúból és természetes színezőanyagokkal dolgoznak. A kukoricát és a kukalevelet már megismertük, de mi volt a többi? Talántán még meg is sózzák a festéket, akkor megint más színt kapunk. A munka neheze csak ezután következik, maga a szövés. A végeredmény pedig a mindkét oldalon egyforma szőttes. Egy pánsíp nem pánsíp, csak párosan két hangszerrel lehet igazán szép hangzást elérni. Ez a kecsua zene alapja. Visszatérve Cuscóba még maradt annyi időnk, hogy ne csak a Tavantinsuyu emlékeit nézzük meg, hanem a koloniális építészet apró remek műveiben is gyönyörködjünk. Mi az erkélyek szerelmesei lettünk. Csomagjaink nagy részét a szállodában hagyva, hátizsákkal felszerelve elindultunk a Szentvölgybe. Ollantaytambo volt a végcélunk, de előtte még megnéztük Morályt és Salinerást.
gleccserek lábainál 3500 méter magasságban van három gödör, amelyből a legnagyobb 36 méter mély és 220 méter hosszú. Miért érdekes ez? Azért, mert úgy lettek megépítve, hogy az alsó és felső szint hőmérséklete között 15 fok különbség van. Finoman összehangolták a mélységet, a szélirányt, a napjárását. Vagyis ezek a gödrök nem gödrök, hanem növénynemesítő kísérleti laboratóriumok. Itt tudtak nemesíteni olyan növényeket, amelyek a magasságot, szárazságot, hideget jobban tűrik. Peruban ma 5000 burgonyafaj és 3000 féle kukorica van. Nem biztos, hogy mindegyiket itt kísérletezték ki, de valószínűleg jó párat közülük. Salineras a másik csoda. A völgy tetején eredő, ásványokban gazdag melegforrás vízét több mint 5000 sóteknőben párologtatják el. A sóbányát néhány helyi család használja, a kitermelés módszerei pedig évszázadok óta alig változtak. A vizet a földbe vágy teknőkbe vezetik, az ott néhány hét alatt elpárolog, és már csak össze kell szedni a lerakódott sót. A sok só láttán jól megszomjaztunk, ezért betértünk egy helyi kocsmába. Csak sört lehetett kapni, és az is kukoricából, csicsából készült. A házi néni, hogy bizalmatlanságunkat eloszlassa, Javier segítségével elmagyarázta, hogyan készül a sör. A kukorica szemeket lemorzsoljuk. Napon csiráztatjuk. Majd összetörjük. 2-3 órát főzzük, majd ícsun a sörbe lecsurgatjuk a levet. Halljuk kihűlni, és már kész is. Salud. 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 A Sky Lodge nem olcsó szállás, 200 ezer forint egy éjszakára két főre reggelivel. Az árban még benne van a törölköző, no meg az ágyból nézhető panoráma. Az inka hitvilágban mindennek van lelke, még a szikláknak is. Ha pedig egy hegy oldalában lévő szikla zsákot cipelő görnyet indiánhoz hasonlít, akkor természetes, hogy a zsákban is legyen valami. Raktárakat faragtak építettek a hegy oldalba, s így már az idők végeztéig cipelheti a bőtermést. Ollantaytambóba vagyunk. A spanyol hódítások idején Cusco elvesztése után Manco Inka Ollantaytambóba vonult vissza seregével. 1537-ben óriási győzelmet aratott Pizarro seregei felett. A meredek hegyoldalakról nyíl és kőzáporral fogadták a spanyolokat. Persze, ez édeskevés lett volna a konkvisztádor ellen, ezért a Rio Patacacha gátjait megnyitva elárasztották a völgyet. Ezzel a csata kimenetele el is dőlt. Ezeket a sziklatömböket szánok és görgők segítségével a légvonalban 3 kilométerrel lévő szemközti hegyről hozták ide. Rámpán húzták fel kézi erővel, igaz, hogy sok ember kellett hozzá, de megszervezték és megcsinálták. Újszerű a 6 monolitikus gránittömb vékony térkitöltőkövekkel való összekötése. A darabonként több mint 90 tonnás óriások közel 500 éve állnak, tehát ez a megoldás is működik. 1539-ben Manco Inka vezetésével az indiánok elhagyták a félig kész várost, és az Amazonas felé indultak el.
megalapították az új fővárost, Vilcapampát. A kutatók a mai napig ezt a várost keresik. Talán az 1980-as években amerikai és lengyel felfedezők megtalálták Ecuadorban, de nem 100%-ban biztosak benne. Visszatérve a hegy lábához, a vizek templomához érünk. A hercegnő fürdőjét hármas tagolású Chacana motívum díszíti. A mai nap, szeptember 27-e nagy nap, szuperhold és vérhold lesz egyszerre, vagyis teljes holdfogyatkozás. Van, aki ezt a világ vége előjeleként gondolja, mi inkább szerencsés ómennek a másnapi Machu Picchu-i utazáshoz. Egy helyi sámán segítségével megtisztulhattunk. Addig lehetett filmezni és fényképezni, amíg a sámán összeállította a kokalevéltől kezdve a kiszáradt madár embrióig sok mindent tartalmazó jelképrendszert. Unforgettable journeys. Thanks you for your preference and gives you a warm welcome on board to our expedition train with final destination to Machu Picchu Station. Kilométer kőnél a vonat megállt, hogy leszállhassunk. Ez a híd vezetett át Urumbamba folyón, amit kecsuául Vilcamayúnak neveznek. Az útlevél ellenőrzés után már el is indultunk a rövidebb inka ösvényen. Klimano, aki nagyon kedves és nagyon lelkes kecsua fiú, volt az idegenvezetőnk, segítőtársunk. Ez az épület együttes pihenőhelyként szolgált a Tavantinsuyu idején. A körülbelül 800 méter szintkülönbségű ösvény egyirányú, nem lehet visszafordulni. Azt jelenti, hogy örök ifjúság. A települést 1941-ben egy erdőtűz nyomán találta meg a Fejős Pál által vezetett amerikai expedíció.
Fejős Pál 1926-ban kivándorolt Amerikába, és 1929-ben már világhíres filmrendezőként tartották számon. Chaplin is lelkesedett érte. Később a művészi szabadságának megkurtítása miatt otthagyta a filmezést, és régészettel kezdett foglalkozni, így került Peruba. Az ő példája is mutatja, hogy mindig meg lehet újulni, lehetünk örökké fiatalok. Vinájvajna tetején áll a hétablakos szivárvány templom. A közeli vízesés feletti pára ihlette az építtetőket. Klimánó szerint az út nehezén már túl vagyunk, az ösvény már csak kicsit megy fel, meg le, igaz, ez viszont állandóan. A Camino Inca egyik legmeredekebb része a majom lépcsőnek becézett szakasz. A tetején gyenge eső fogadott bennünket, ami kicsit letörte a lelkesedésünket. Az Inka őrhelyet elhagyva a távolban feltűntek az Intipunku oszlopai. És ott bizony már sütött a nap, ezek szerint nem hiába hívják napkapunak. Vajon mit érezhetett Hiram Bingham, aki 1911-ben meglátta Machu Picchut? Igaz, ő vilkapampát kereste, és eközben egy kecsua kisfiú segítségével találta meg azt a várost, amelyet a spanyol hódítók sosem tudtak megközelíteni. Jó befektetés volt az az egy szól, amit állítólag a kisfiúnak fizetett a szolgálataiért. A várost 1450 körül Pachacútec Yupanqui Inka építette, és 1570 körül hagyták el a lakosai. És mi most itt vagyunk. Három óra 50-kor keltünk, egy órát sorban álltunk, de ott voltunk a 6 órás kapunyításra. Klimánó a naptemplom alatti Kondor templomnál kezdte Machu Picchu rövid bemutatását. A két szárnyat természetes sziklák alkotják, már csak a fejet kellett hozzáfaragni. És akkor jött a mai napra rendelt első csoda. A Vajna Picchuról nézve a város alaprajza egy kondort ábrázol. Ezt az alaprajzot rá lehet vetíteni a templom elölnézetére. Ő a Vizcacha, egy csincsillaféle rágcsáló.
A Tavantinsuyu fontos embereinek múmiáit rejtő helység mennyezetét alkotó sziklára építették a naptemplomát. Mivel hitük szerint a köveknek is van lelke, ezért a szikla alakjához faragták az építőköveket. Evel a természethez való viszonyukat is kifejezték, de statikai megfontolásból is hasznosnak bizonyul. A fülkékben tartották azokat a múmiákat, akiket ünnepekkor kivittek a néphez. Az indián építészek az épületeket alkotó köveket kötőanyag nélkül rakták össze. Az illeszkedő részeket olyan simára csiszolták, hogy azt ma csak lézertechnikával lehetne lemásolni. A külső felület megmunkálásának finomsága az épület fontosságától függött. A legszebben megmunkált felületek a templomok vagy nemesi házakon találhatók. Ahogy száll fel a felhőzet, úgy egyre több turista lesz. Megérkezett az első vonat Ollantaytambo felől. Mielőtt a szemközti dombon lévő Intihuatanához mentünk volna, a régi lakóépületek maradványait néztük meg. Főtér felett magasodó domb aljában van a három ablak temploma. A templom mellett fűvész és virágos kert található. Komoly hallucinációkat okozhat az angyal trombita. Ez a főtemplom. A falak megsüllyedését valószínűleg földrengés okozta. Machu Picchun ez a legnagyobb kár 550 év óta. A főtemplom feletti lépcsősoron lehet feljutni az Intihuatanához, a nap rögzítő pontjához. A papok a szikla csillagászati jelei alapján tudták megmondani a napfordulókat. Visszatérve a főtérre, a Vajna Picchu felé indulunk el. Ez a szent szikla az univerzum energiáit gyűjti össze. A szikla mögött kezdődik a Vajna Picchura induló ösvény. Mi nem mentünk föl, pedig csodálatos lehet a kilátás a Hold templomából. Ezen a lakónegyeden keresztül juthatunk el a rituális fürdőkhöz. A város vízellátását egy több kilométerre lévő forrás biztosítja. Egymás felett 16 ilyen medence van, a víz az egyikből a másikba folyik. Ez a teraszos rész a mezőgazdasági terület raktárakkal és az őrházzal a tetején. Kicsit megéheztünk, ezért lementünk a főbejárathoz egy cappuccinóra és némi harapnivalóra. Machu Picchu területén nincs élelmiszerárusítás, nincs WC, nincs szemetes.
Minden a falakon kívül található meg. Az Inka hídhoz vezető út csak kicsit volt keskenyebb, mint az előző napi Inka ösvény. A város egyik bejárata az Intipunkonál van, a másik, a főbejárat pedig ezen az ösvényen volt megközelíthető. A sziklafalhoz épített utat középen megszakították, és ha nem kívánatos ember jött, a gerendákat felszedték. Machu Picchu főbejárata. Ha áthaladunk rajta, akkor az első, amit megpillantunk, a Vajna Picchu, és rajta a Hold temploma. Azért a második csodát is megkaptuk a nap végére. A Vajna Picchu, vagyis fiatal csúcs, és a város így együtt egy fekvő indián arcát ábrázolja. Kora reggel elhagytuk Aguas Calientes-ben lévő szállásunkat, és visszatértünk Cuscóba. Ezen az ábrán a puma Cuscót jelképezi, az Antisuyu nyíl pedig a Tavantinsuyu egyik részét, a keleti régió irányát mutatja. A spanyol hódítók általában a lerombolt inka épületekre építkeztek úgy, hogy az alapokat meghagyták. Ennek egyik legjobb példája a Hatun Rumiak, magyarul a Nagykövek utcája. A 12 szögletű kő mutatja, hogy az építők mindent a helyszínen faragtak össze, nem előre gyártott elemeket használtak. Gyalogosnak nyújtózkodni kellett ahhoz, hogy a kopogtatót elérje. Lóhátról persze sokkal egyszerűbb volt. Ezek szerint a köznép ebbe a palotába ritkán nyert bebocsájtást. A városközponton kívüli San Blas negyedben található az egyik legkorábban épült épület, az Iglesia San Blas. A kívülről egyszerűnek tűnő templom belül óriási kincset rejt, egy hatalmas barokk aranyozott oltárt. Filmezni itt sem lehetett, a padsor alól titokban készültek a felvételek. Ez a szószék a koloniális fafaragás legszebb darabja. Több évtizeden keresztül egy indián mesterember cédrusfából faragta ki. Elállt az eső, kisütött a nap, éppen ideje, hogy megnézzük az Iglesia Santo Domingo-t. Aki Cuscóban jár, az nem hagyhatja el úgy a várost, hogy ne lássa a templomot. Természetesen ez az épület is inka alapokra épült,
amelyet két földrengés is összedöntött, de az alapok sértetlenek maradtak. Az inkák idején Korikancsának aranyudvarnak hívták ezt a templomot. A falakat tömör arany és ezüstlapok díszítették, ezeket a konkvisztádorok gondosan beolvasztották és Európába küldték. A villámlás, a mennydörgés és a szivárvány templomának ablakai úgy vannak egymáshoz igazítva, hogy mindegyiken keresztül lehet látni. Az inka vallás alapja a napisten Inti tisztelete. Hitük szerint a nap volt népük atya és királyuk őse, a hold pedig testvére és férje is volt egyben. A csillagok a nap kíséretét alkották, ezért voltak fontosak a csillagászati megfigyelések. Viracocha a főisten teremtette a világot és az embereket, akiket kőből faragott ki. Részben e tiszteletből fakadt a kövek gondos megmunkálása. Az épületek stabilitását a kívülről nem látható belső csapolások is segítették. A hornyokat rézzel öntötték ki. A kerengő másik oldalán található a csillagok, vagy mások szerint a hold temploma. A falakat a spanyolok levakoltatták, és freskókat készítettek az indián mesterekkel, akik viszont csakana és koka levél motívumokat csempésztek be. Tökéletesen illesztett trapézalakú kövekből épített falak mindenhol befelé dőlnek, ezzel is növelték a stabilitást. Az inka időkben a csillagok temploma melletti átjáró vezetett a nap templomához. A folyosó végén lévő kép ábrázolja, hogy milyen égboltot láthattak az inka papok. A jobb alsó sarokban van a dél keresztje. Felette balra egy láma alakú sötét folt van. A láma szeme pedig egy egyedülálló, nagyon fényes csillag. Csak ez a 6 méter vastag ívelt fal maradt a nap templomából. Most jól láthatók rajta a kövek belső illesztése, de régen mindezt aranylapok fették. A Tavantinsuyu egyik leghatalmasabb épületkomplexumát rombolták le a spanyol hódítók, hogy felépíthessék rá az Iglesia Santo Domingo-t. A Plaza de Armason egymás mellett található az Iglesia de Jesús y María, a katedrális, és az Iglesia del Triunfo. A középen álló katedrálist 1550-ben kezdték építeni, és csak 100 év múlva lett kész. A turistáknak a baloldali Jézus és Mária templomban van a bejárat, mert a három templom belülről össze van kötve. Fényképezni itt sem lehetett, szigorú ellenőrök vigyáztak ránk. Szilágyi Gergő útitársunknak azért sikerült pár képet készítenie. Az utolsó vacsora festménynél a helyi kultúra egyértelmű hatásait láthatjuk. Júdás Pizarróra hasonlít, és Jézus előtt sült tengeri malac található. A Diadal templomán keresztül juthatunk vissza a főtérre.
Cuscótól 37 kilométerre délkeretre Andahuay Ilias nevű faluba utaztunk, hogy megnézzük az andoki barokk egyik legszebb templomát. Kívülről szerénynek tűnik, de a belső részt látva méltán nevezik az amerikai Sixtusi kápolnának. Mondani sem kell, filmezni nem lehetett, csak Gergő tudott titkos képeket készíteni. Következő állomásunk Tipón volt. A mai városból egy kemény szerpentinen lehetett feljutni az Inka mezőgazdasági teraszokhoz. Itt minden a vízről szól. Föld alatti és külszíni csatornák segítségével még nemrégiben is művelték ezeket a földeket. Tambomachay Cuscótól nem messze egy olyan fürdőhely, ahol talán maga az Inka is fürödhetett. A háromszintes épületen jól látható, hogy melyik részt használta a nemesség, és melyiket a köznép. És mielőtt még visszatértünk volna Cuscóba, megnéztük Kenkót. Sacsayhuamántól 2 kilométerre van ez a lelőhely, melynek központi része egy hatalmas mészkőszikla. A sziklába cikcakba vájatokat vágtak, és csak találgatni lehet, hogy mire használták. A hasadék végén egy amfiteátrumszerű kis térre juthatunk. A monolit mészkőszikla aljában egy természetes hasadék volt, amit az inkák a régészek számára bizonytalan céllal kibővítettek. Ebben a mesterséges barlangban egy oltárt faragtak ki a falból. Hogy ennek a szentélynek mi volt a célja, az ugyanolyan talány marad, mint sok más az inkákkal kapcsolatban. Még maradt annyi időnk, hogy 2 múzeumot is meglátogassunk. Az Inka Múzeumot és a Limai Larco Múzeum cuscói kiállítását. Tárgyak nagy része sírokból került elő. A kerámiák többsége 20. századi művészek kiállításain is megállná a helyét. Sir Henry Moore, angol szobrászművész mondta ezekről a műtárgyakról. A legfeltűnőbb jellemző, mellyel ezek a formák rendelkeznek, az az óriási életerő. Ez egy olyan művészet, amely még nem fullad bele a semmitmondó díszítésbe és a hamis ragyogásba. Sokáig gondolkodtunk ezen a lótusztartásban ülő csimmudrát mutató szarvasfejű szobron.
Cuscóból Limába repülővel a legegyszerűbb eljutni. A limai délelőtti szürkeségbe jól beleillettek a reggeliző szürke mókusok. A hotelünk melletti fákról köszöntöttek bennünket. Az óceánparton már kora délelőtt beindult az élet. A paplanernyősök, kihasználva a kedvező szelet, az 50-60 méter magas partról rugaszkodnak el az alattuk lévő autóút fölé. A hullámlovasokat a hideg víz sem riasztja el, termóruhákban gyakorolnak. A helyiek által garuának nevezett köd csak bennünket zavart, a limaiak már megszokták. A Miraflores negyedben a szállodánktól 10 percre található az Oaxaca Puclana. Ez a hely a vari időket megelőző Lima kultúra emléke. Nagy szerencse, hogy a több mint 10 millió lakosú metropolisz egyik legszebb részén megmaradhatott ez a vályogtéglából épült hatalmas komplexum. Limában a sok felhős-ködös nap ellenére nagyon keveset esik az eső. Az ivóvíz elosztása már a preinka időben is fontos volt, ezért építették ezt a piramis alakú központot, ami külön gazdasági és vallási részekből állt. V-alakban rakott vályogtéglák növelték a falak stabilitását. A cápák tisztelete megjelenik az edények díszítéseiben. Azért Limában is vannak napos időszakok. Azt a pár órát gyorsan kihasználtuk, és elmentünk megnézni a Plaza de Armas-t. Éppen az elnöki palota előtti őrségváltásra értünk oda. Mivel dél volt, a katedrális harangjai is megszólaltak. A zenekar és a harangjáték párbaja azt hiszem a világon egyedülálló hangzást hozott létre. Thank you.
megrendíthetetlenségével győzött a katonazenekar. Mi egy kis csendes pihenőre bementünk a katedrális épületébe, ahol Francesco Pizarro sírja fogadott bennünket. Két kultúra találkozásakor ő az erőszakosabbat képviselte, kapzsisága mértéktelen volt. Az írástudatlan disznópásztorból lett katonát saját emberei gyilkolták meg 1541-ben. Az őrségváltás még nem fejeződött be, újabb ismerős dallam csendült fel. Limában rengeteg múzeum van, de mi csak egyet, a Múzeó Rafael Larco Herrera magángyűjteményét néztük meg. Szújú népeinek életéről nagyon kevés írásos dokumentum maradt fent, de ezeket is a spanyol hódítók írták. A mi 21. századi technokrata szemléletünkkel nehéz megérteni egy másik kontinensen 600 évvel ezelőtt élő, egészen más kultúrájú nép gondolkodását. Tudósok és áltudósok próbálnak összerakni hipotéziseket, de nyilván nem kecsua gondolkodás szerint. Az inka erkölcsi kódex alapja az Amasua, Amayuya, Amakia. E három törvény elég volt ahhoz, hogy 14 millió embert összefogjanak, és olyan épületeket építsenek, amelyeket a 21. században is csodálkozva nézünk. És akkor még nem beszéltünk a szellemiségükről. Hogy ezt is megértsük, vissza kell jönnünk még egyszer.